Most pedig Nagyváradra utazunk, a Festum Varadinum Fesztiválra, ahol Kudlik Júlia és Szoráv Katalin adott egy közös estet. Hitvallásuk reményt keltő örömüzenet, így nyilatkozott lemezbemutató koncertjükről Jókai Anna író. Dalok, gondolatok, elmélkedések a szeretetről, ragaszkodásról, egy szeretetlen világban. A Szeretettel című lemezt 2013. augusztus 17-én a Mária Remetei kegytemplomban mutatták be. Azóta járják vele a Kárpát-medence magyar lakta területeit. Valami fantasztikus életbölcsességről, szeretetről, tanúságról tesznek tanúságot és mutatnak példát, és kiderül, hogy eleink nem véletlenül dalolják ezeket a dalokat, és amiket ránk hagytak, abban annyi bölcsesség van. Maga a zene, ami a kommunikációnak egy másik formája, bebizonyítja a hallgatóság számára, hogy a zene az a lélek nyelve, amely a szívhez szól. Igaz a pajka, hirdessen, testvérünk a nap, nevedet zengje szárnyalva nagy fennel. A mai világban mindenféle értéket őrizni, közvetíteni, tovább örökíteni nehéz, de nem lehetetlen, hívták fel a figyelmet az előadók nagyváradi lemezbemutatójukon. Kudlik Júlia és Szvorák Katalin 1981-ben találkozott először, amikor utóbbi megnyerte a Röpűpába népdalversenyt. Most közös műsorukkal járják a Kárpát-medencét, hogy a szeretet fontosságára felhívják az emberek figyelmét, prózában és dalban. Sokszor nem is kell kimondani a szeretetet, de hogyha mindig valami kis jót cselekszünk, én azt mondom, egy kis mosoly, ami nem kerül semmibe, hát az önmagában egy főnyeremény. Legalábbis én úgy gondolom, születésemtől fogva ezt gyakorolom, és annak ellenére, hogy sokszor a szomorúbb dalokat szeretem énekelni, mégis a dalaimmal is a szeretetet közvetítem, a szeretet üzeneteit. A tavaszi szép időnek lám, hogy mindenek örülnek. Népdalok, zsoltárok, tavaszköszöntők, szerelmi dalok, emberi történetek sorjáznak a színpadon, melyek kivétel nélkül a szeretetet közvetítik. A lelküket gazdagítani, megnemesíteni. A művészet egyébként is erről szól, hogy egy kicsit jobbá tegyük környezetünket. Próbáljunk egy kicsit másfajta módon ráhangolódni az emberekre, és egy kicsit valóban jobbá tenni, mert nincs más út. Nincs más út. Tehát a gyűlölet csak gyűlöletet szít. És valóban sokszor egy kevés kis jó gesztus is olyan eredményeket tud hozni, olyan dolgokat tud elindítani, amit az ember nem is gondol. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra. Ma nincs nagyobb és hosszabb út a világon, mint ami az embertől az emberig vezet. Na, ezt az utat kell újra megtalálnunk, hogy egymás kezét fogva, egymást segítve, támogatva, hittel, akarattal, szeretettel és felelősséggel tudjuk egymást segíteni a bajban, a betegségben, hogy azután ismét együtt tudjunk örülni a magunk és a másik sikerének, boldogulásának. A Szeretettel lemez egyházi és népi énekeinek, dalainak legfőbb célja, hogy felhívják a figyelmet az egymásra való odafigyelésre, hogy jobbá tegyék az embereket és ezáltal a világot.